mai alkalmon. Tudjátok-e, hogy mit ünneplünk ezen a héten? Bartók napok. Miért ünnepeljük a Bartók napokat? Miért ilyenkor ünnepeljük a Bartók napokat? Mert ezzel a héten a Bartók Béla születésnapja. Tudjátok-e, hogy mikor? Segítek holnap. Hagyjuk el holnap. Március 25-én született Bartók Béla, és most már évtizedek óta mindig ezen a héten, amikor március 25-i héten egy ilyen Bartók Béla zenei napokat rendez az iskola, és minden évben más a témakör, ami köré szervezzük a programokat és a koncerteket. Az idei téma az rendhagyóan Bartók Béla lett, azért két apropója van a dolognak. Az egyik, hogy pont 100 évvel ezelőtt, 1915-ben élt itt Rákoskeresztúron, és akkor gyűjtött itt névdalokat, amiket, hogyha majd így megnézitek a kiállítást, miközben zajlik a program, közben is így lehet majd nézelődni. Tehát pont 100 évvel ezelőtt, 1910 és 20 között élt itt Bartók Béla Rákoskeresztúron. Ugye akkor az még az a rész Keresztúról tartozott, most már hegyhez, azt hiszem, ami a Bartók, ahol a Bartók zeneház van. De hogyha egy elsétáltok majd a hosszú folyosón, ott látszik képeken is, hogy nem rögtön abban a házban lakott, ami a mai Bartók zeneház, hanem először a Jókai utca 5 szám alatt érdekelt, és aztán költözött át oda, ami ma a Bartók zeneház nevet viseli. Jártatok már a Bartók zeneházban? Én énekeltem is ott. Nem. Aki járt alsós kerületi népdaléneklő versenyen, az valószínű, hogy járt már ott, mert igen, az ott szokott, ott szokott történni. No, akkor tegnap, ugye minden napra van valami program, akik tegnap részt vettek a tegnapi délutáni 4 órás ilyen kis programon, Rákoskeresztúri népdalokat lehetett tanulni. Ezekről ti sem maradtatok le, mert ha kinéztek az ajtón, van egy CD lejátszó lerakva, amivel bele lehet hallgatni, és meg lehet hallgatni, hogy hogyan is hangzott egy ilyen fonográfos gyűjtés. Elég fura. Mert kíváncsi, hogy ki az, aki majd felismeri a szöveget belőle, elég nehéz érteni. És a mai napra, ugye tegnap volt a daltanulás, a mai nap eseménye, hogy megismerkedünk a helyi rákoskeresztúri szokásokkal, hagyományokkal és a rákoskeresztúri népviselettel, és ebben Derzbach Istvánné született Mirák Erzsébet, és kedves testvére Mirák József lesz a segítségünkre. Ő fog nektek egy kis ízelítőt adni, hogy milyen és milyen szokások voltak itt ősszel, télen. Hát most jelen pillanatban ott láthatjuk, vajon mit fogunk csinálni. Ha nem reszelünk, majd nem morzsoljuk. Kukoricát fogunk morzsolni, és majd elsőként fogja itt elmondani nektek, hogy ez miért volt, miért csinálták, mik történtek közben, stb. Stb. Úgyhogy átadom a szót Erzsike néninek. Tisztelettel köszöntelek benneteket. Hogy is kezdjem? Én itt születtem, de nem csak én, hanem a nagyszüleim, dédszüleim, és ugyanúgy a férjem részéről. Ezt azért mondom, hogy tudjátok azt, hogy Rákoskeresztúr a tatárjárás után elnéptelenedett, és szlovákokat, illetve tótokat és németeket, svábokat telepítettek be. Az én lánykori nevem a szlovák, Mirák, és ugye hozzámentem egy svábhoz, Derzbachhoz. És így lettem, ugye, vegyes házasság lévén, ősrégi keresztúr mind a két vonalról. Hogy említsem nektek, mindig nosztalgiával jövök ebbe az épületbe, tudnélik én itt jártam iskolába. És annak idején ugye voltak fényképezések már, mint ahogy nálatok is az iskolába, és egy érdekes dolgot csináltunk meg az 50 éves iskolai évfordulónkra, hogy ugyanúgy azon a helyen megcsináltuk, ugyanúgy leültetve sorba azokat a képeket, mint ahogy annak idején harmadik osztályos korunkban. És ez olyan emléket ébreszt bennünk, ami tényleg egyedülálló dolog. Na, hogy egy kicsit a keresztúrról beszéljek. Ugye mondtam nektek azt, hogy Rákoskeresztúrnak a népessége így alakult. Most
annak idején már, amikor én 8-os voltam, akkor is ez az egy épület volt Rákoskeresztúron, ami emeletes volt. Egészen az elágazásig. Ez az egy épület volt, ami emeletes volt. Ugyanis ez is valamikor az én anyukám idejében, akkor még földszintes volt, de amikor én már iskolába jártam, akkor egy emeletet húztak rá, amire ugye nagyon kell vigyázni, mert még fa gerendái vannak, és ugye az emeleten nem szabad táncolni, meg nem szabad ugrálni. De hál' Istennek azóta is él ez az épület. De stabil. Megvizsgálták, hogy rendben van. És valamikor ez az iskola az evangélikus egyháznak az iskolája volt, és itt volt az iskola előtt az evangélikus templom, a képeken majd meglátjátok, egyiken rajta van a régi evangélikus templom, azt annak idején lebontották. Sok minden szóbeszéd él erről, de az én nagyapám azt mondta, hogy annyira sokan jártak templomba, hogy nem fértek el. A másik probléma pedig az volt, hogy ugye a Pesti út egy kicsit magasabb volt, és ahogy a templom itt keresztbe volt építve, az út felől volt a bejárati ajtó, és ha esett az eső, akkor mindig a Pesti útról, tehát az úttestőben folyt a víz. És hát ugye akkor elhatározták, hogy templomot kell építeni, és akkor épült meg, 43. november 25-én adták át az új evangélikus templomot, ami itt van a Bakancsos utca sarkán. És annak idején a háború után, ezt is a nagyapám mondta, hogy amikor lebombázták a Rákoskeresztúri vasútállomást, akkor a templomnak az anyagából csinálták meg a vasúti állomásnak a tetőszerkezetét. Úgyhogy az még abban az evangélikus templomnak a maradványaiból van. A következő dolog, mivel mondtam nektek, hogy itt nem voltak emeletes házak, ugye a 70-es, 80-as évek során, ahol nagyon sok városban kitalálták azt, hogy ugye a kicsi házakban kevesebb ember fél, hát csináljuk nagyobb házakat. Hát ilyen formán jutott Rákoskeresztúr is arra a sorsra, hogy végig a házakat lebontották, és ugye épültek a 10 emeletes, 4 emeletes házak. Először a bontás a Pesti útnak, a mostani Városközpont parkjának a bal oldalán kezdődött, az úgynevezett kakasos házat bontották le először, és aztán jött errefelé, Pest felé a szanálás folyamata. Azután pedig az Újlap utcai rész, ugye ez a Pesti úttal párhuzamos volt, én az Újlap utcában nőttem fel, ahol az Újlap utcai iskola van, ott volt a mi házunk, a Mirágház az pedig az önkormányzattal szemben még ma is él az a fa, amire az öcsém leesett. És hát ilyen emlékeim vannak még azokról az időkről. Na most, hogy tudjátok, azért Rákoskeresztúron nem különösebben az iparban dolgoztak az emberek, hanem mindenkinek volt földje. A rákoskeresztúri földek azok a reptér környékén voltak, ugyanis a reptér kifutó pályája és az összes területe az a rákoskeresztúri gazdák földjéből lett levéve, mert csak a fronti része, ami a lőrinci rész. Tehát ami a kimondottan a repülőtér területe, az a rákoskeresztúri földeknek a múltja. Biztos hallottatok már a Merzsemocsárról, biztos hallottatok itt a rétekről, ezek voltak a legjobb földek. Itt olyan paradicsom termet, hogy a keresztúri gazdák azok a konzervgyárba hordták be, nagyapámik is oda hordták be, mert annyi paradicsom volt. A további részen, itt a Cinkotai út másik oldalán, az önkormányzattal szemben, ahol a virágnagymamámék laktak, ott pedig a kertben
olyan salátát termeltek, hogy a nagyvásárcsarnokba vitték be minden hétvégén eladni. És akkor mi szombaton vagy vasárnap reggel elmentünk és vágtuk a salátát, strávkocsikra rakták és úgy vitték be lovaskocsival a nagyvásárcsarnokba. És olyan saláták voltak, amik nem tudom, hogy láttatok-e olyat, aminek ilyen csipkés a levele. És az akkora volt, mint egy káposzta. Olyan jó föld volt itt végig a patak partján, mert ugye a patak mielőtt beszabályozták volna, többször kiöntött, és ennek következtében nagyon jó hordalékos talaj volt, és nedves talaj volt. Hogy kukoricáról beszéljek. Ugye a reptér környéke, meg Kijev, ugye megint eszembe jutott a Strázsa-hegy. Ott pedig szőlők voltak, ki tudja, miért hívják Strázsahegynek. Amikor 1848-ban a harcok ott voltak, ahol a mostani hősök emléke van, az 513-as utcában biztos voltatok már ott koszorúzni, ott volt a csata. És a Strázsahegy, mivel olyan magasan volt, onnan irányították a csata menetét, mert jó rá lehetett látni, hát ugye nem ilyen nagy házak voltak, kis házak voltak, és onnan irányították a csata menetét. Tehát azért hívták a Strázsa-hegynek, onnan strázsálták a csatának a menetét. Lehet, hogy ezek ilyen kicsi dolgok, de én nekem ezt ugye a szüleim, nagyszüleim mesélték, és azt hiszem, hogy ezek csak így maradnak meg, hogyha valaki beszél róla. Na most, ha azt mondom, hogy a Strázsa része az általában szőlővel volt beültetve, meg gyümölcsfákkal, a Merzsemocsár része az szintén nagyon jó föld volt, aranykoronya értékben is 20 fölött volt, ott szintén ilyen zöldségtermelés volt, káposztatermelés, tehát ilyen uborka, rengeteg uborka termett ott. Tehát a kötöttebb vizesebb talajban. Na most a föntebbi része erdő alatt. Na, ki tudja, hol az erdő alatt? Rákos egy nagy része az erdő alatt van. Ott pedig ilyen homokos rész volt, és ott termelték a kukoricát, néhány helyen krupli is megtermett, és a mai napig ez a kukorica ott terem most is az erdő alatt. És én azt hiszem, hogy a mai gyereknek talán ez különleges dolog, hiszen úgy képzeljétek el, hogy amikor a kukoricát ősszel letörték a száráról, kézzel törtük, hazavitték, és a gangon. Na mi az a gang? Ahogy így hosszú házak voltak, ugye a tető az tovább jött ki, mint a házfala, és akkor ilyen oszlopok voltak, ami a gangnak a tető szerkezetét fogta, és akkor a kukoricát, amikor letörték, hogy meg ne ázzon, ugye végig oda terítették le, hogy száradjon is, meg minden. Na aztán este, ugye jöttek a szomszédasszonyok, mi gyerekek, és akkor el kellett kezdeni fosztani, ugye lehúzni a héját róla. És ez nagyon jó dolog volt. Tudjátok, hogy milyen jó meséket, meg plegykákat hallgattunk ott mi gyerekek? És pláne, hogyha már sok háncs volt, akkor abban olyan jó lehetett puppencelni, meg játszani, meg mindenfélét csinálni. És ilyen dolgok voltak. Na most, ha azt mondom nektek, hogy ez olyan élmény volt, amit ugye körülbelül 50 évvel ezelőtt, ami egy történelmi korszakban nem is egy hosszú időszak, hogy ennyit változott a világ, hogy én még ilyenekre emlékszem, de ugyanakkor ma már ilyet nem lehet látni ezen a környéken. Olyan érdekes volt, most már hát legalább olyan ezer gyereknek morzsoltattam kukoricát, mert óvodánkban, meg iskolánkban nagyon szívesen meghívnak, és akkor elmondom az ilyen dolgokat.
És van, amelyik gyerekem fogalma sincs, hogy kell elkezdeni mozsolni, vagy hogy kell azt megkezdeni, vagy mit is kell vele csinálni. Na szerintetek milyen állat az, amelyik szereti a kukoricát? Tisza. Na mondjad. Jó. Igen. És még? Mondjad. Amalac. Bizony. Bizony. Amikor meghizlalják a disznókat, tudjátok, az már olyan, amikor az új kukorica van már szeptember, október környékén, ugye akkor fog meghízni, és akkor lesz jó vastag szamurája, amiből lesz a zsír. És ugye decemberben, karácsony előtt pedig rágják a disznókat, és eszik. De nem egyszerre, mert még húsvétkor is van abból a finom sonkából, amit megfőznek húsvétra. Na, kinek van kérdése? Mire vagytok kíváncsiak? Ki mozsolt már életébe kukoricát? Na, te is, igen? És a kezed nem fáj tőle? Te is? Nem fáj. És hol mozsoltál kukoricát? Hát... Nagymamánál? Nem ilyen programon. Igen? Figyeljetek ide, hogyha ebből a kukoricából van kertetek és két-három szemet elültettek, akkor ki fog nőni az igazi kukoricát? Most ültettem őket, és már ültettem. Majd fogjátok látni, hogy most fog nőni. Kérdés? Nincs több? Ki tudja, hogy hol van az első világháború szobor? Rákoskeresztúr. Na? A Szent Kereszt templom mögött. Tudjátok, hogy ha megyünk az elágazás felé, ott van egy katona szoborral, és ott van felsorolva azoknak a nevei, azon az emlékművön, akik az első világháborúban meghaltak. Úgyhogy ott szintén nagyon sok sváb, meg ott nevet lehet olvasni. És hál' Istennek most már, hogy megemlékezzünk erről is. A honvédcsírokat tudjátok hol van, igaz? Hát mondtam, hogy a Strázsahegyről nézték a csatát, ott a Tesco-nak az utcája, ahol a nagy feszültség megy fölfele. Hát akkor nem voltak házak, Szántóföld volt. A nagy feszültség megy fölfele, azon az úton van a fősöknek az egészet. Most is oda járnak, minden március 15-én oda jár az egész keresztül, potlóbuszni. Bizony, sétáljatok el arra, most nagyon sok ibolya van abban a kis erdőben. Érdemes arra lenni. És ott volt a harc, és ott vannak eltemetve a hősök. És ki tudja, hol van a vigyázó kastély? A Roik tájával szemben. Igen. És hogyha a népkert felől nézitek, akkor most nagyon szépen meg van csinálva a vigyázó családnak a címere. Ott fönt a tető és a fal között. Nagyon szép, érdemes megnézni, nagyon szépen megcsinálták. Sőt, hogyha megnézitek a kerítéseknek az oszlopát, akkor mindeniken van egy kis torzó. És azok a torzók, tudjátok, hogy mit ábrázolnak? A mesterségeket. Tehát van ott fazekas, van ott kőműves, majd figyeljétek csak meg. Amikor én ilyen kislány voltam, és mentem a Mirák nagymamámékhoz, akkor mindig azt figyeltem, mert ugye a háború alatt egyiknek le volt a feje törve, a másiknak a keze, és mindig úgy néztem, hogy jaj, hát ez se tud már dolgozni, mert nincsen keze. És tudjátok, hogy a népkert az valamikor olyan jó hely volt nekünk, mert ugye ide jártunk iskolába, és
hát nem volt még tornaterem, hanem elmentünk a Népkentbe, és ott tornáztunk, meg rengeteg vadrózsa volt. És azt szedtünk, és jó összeszurkálta a kezünket. Na, ha nincsen más kérdésetek, akkor elkezdünk morzsolni. Ott vannak kis kosarak, onnan el lehet venni, és ha nem jut mindenkinek, akkor a nagy kosarakat így körbe rakjuk, és akkor mindenki körbe üli a nagy kosarat, és akkor még egyet elmondok nektek. Képzeljétek el, hogy amikor mosoltuk a kukoricát, akkor azt mondták, hogy aki ilyen piros csövet talál, az nem tudom mondani. A vaska végén is a kérdés. Én még nem a kis mellé, a plusz,
Na most Fruszli. Fruszli. Ott van az a tarka, az anyukám 14 éves korában halt meg. Nézzétek meg, milyen hány éves lett? 70 éves. Na, próbálnál most a kínai ruhát. És a 70 évig, amit a szobja alá vettem föl, hát én most elvettem össze a ilyen szobját, mert ebben nem lehetett dolgozni, hanem fölveteket úgy hívták, hogy a Szeged szobját, hogy mégis ne olyan lakosak legyenek. Ez pedig a karnapa. Ünnep volt, akkor 3-4 karcunkát is felvettek a saját szoknya alá, hogy szépen álljon. Igen, akkor az volt a szép, hogy amikor egy nagyobb a lány. Még milyen menő lenne a karcunk. Jó, már tényleg jó, hogy ilyen. Úristen,
Még egy jelentkező kislány van. Köszönöm.
Tényleg volt, hogy a
Nem fájdult meg? Nézzétek meg így, Thank you.